Földtisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Amikor 1761. július 12-én Eszterházy Károly vászi püspök fölszentelte Kiskunfélegyháza új templomát, ugyanilyen nyári időszak volt, és adatott az a templom titulus is, amit nem sokkal előtte ünnepeltek, Sarlós Boldogasszony ünnepe, ami egyszerre kötődött a nyári évszakhoz és a tájhoz is, hiszen kimondottan nyári ünnep, mi magyarok elértük azt, hogy megmaradhasson az inkulturáció, tehát az evangéliumnak a népi kultúránkba való belehelyezéseként ez az ünnep nem lett áthelyezve május 31-re, ahogy a világegyházban ünneplik, hanem megmaradt július 2-án, mint egy emlékeztetve bennünket, hogy keresztény magyar eleink, katolikus magyarság az aratáskor Szűz Mária pártfogását is kérte. És hát most is búzamezők között hozott ide az utunk. Voltak, akik most is aratásban voltak a héten, hála Istennek még aratunk. Tehát maga a nyári időszak sugallja, hogy ennek a templomnak ilyen titulusának kell lenni, és magának a tájnak is, mert az erdélyi havasokban nem érik be a búza. Csak itt írhatta meg Móra Ferenc, a város szülötte Ének a búzamezőkről című könyvét az első világháborús időkre is visszaemlékezve. Ez a bibliai esemény, ami nagyon alaposan dokumentált, hallhattuk az imént felolvasott evangéliumból, megfogta a festőknek is a képzeletét, mert el lehet helyezni egy tájba, egy korba azt a találkozást, ami a két szent asszony között zajlott. A magyaroknak is híres festménye az ismeretlen, csak emessel szignált festőnek, Szűz Mária találkozása Erzsébettel, egy nagyon kecses reneszánsz kép, két asszony, háttérben a várak, ott lenne a táj, fölöltözve gyönyörű, szép, ilyen 16. századi ruhákban, mutatja a magyar kultúrának akkori szépségét, de valaki erdőtelkén jár, érdemes betérni a templomba, ott egy olyan festményen ábrázolják Szűz Mária látogatását. Valószínűsítem, hogy ilyen grófi birtok lehetett, hogy a Szűz Mária egy ilyen hintó, méghozzá nem is akármilyen, ilyen deligánszon, kijön nagy kalapba, kecses nőként, és megy látogatni Erzsébetet. És hát lehetne sorolni, elég így a nagy festőkre gondolni, hogy mennyi megörökítette ezt a jelenetet, saját korába elhelyezve. Ez arra is jó, hogy mi magunk is megkeressük ennek az egykori történetnek, ami hát pontosan le van írva Szent Lukács által, mi a mai mondani valója, hiszen az evangélium az örök. Az nem olyan, mint a tegnap előtti újság, hogy elmúlt híreket tartalmaz, hanem mindig van mondani valója, és nem is egy. De a mostani alkalomra úgy gondolom, hogy ki kell emelnünk a találkozást, aminek nagyon nagy fontossága kell, hogy legyen az életünkbe. Mert már a Bibliában is benne van a teremtéskor, hogy
nem jó az embernek egyedül lennie, társas lények vagyunk, és a találkozás szükséges az életünkben. Csak sajnos a mi időnkre már annyi minden kifordult a maga valóságából, most már nem csak nagyvárosokról lehet azt elmondani, hogy úgy élnek emberek egy nagy lakás tömbbe, magam is Újpalotán voltam olyan házsoron, ahol 5-6 ezer ember élt, hát jobb esetben ismerte a szomszédait az illető, de hát elrémisztő történeteket lehetett hallani, hogy valaki már jó régen meghalt, és senki nem figyelt oda, csak amikor már mindenféle jelek mutatták, hogy ott halott van a házban. De most már nem ilyen a világ. Már a falusi ember is lakszon úgy elszeparálódik, és ami félő, hogy a mostani fiatalság válik ilyenné. Kérdeztem az egyik tanárunkat, hogy hogy élték meg a Covid vírus idejét, és mi volt a tapasztalatuk. És azt mondotta, hogy a diákok 40%-a azt mondta, hogy ez így nagyon jó volt, nem hiányzott nekik a társaság. Ők el voltak a számítógéppel, a kütyűikkel, hogy valami kapcsolatot tartottak, nem hiányzott nekik. 40%-ának már testvére sincs nagyon sok gyereknek, mint régen, és akkor még valahogy így el is szeparálódik a többitől, úgy nagyon jó el van önmagába. És akkor nem veszük, vagy azt veszük észre, hogy egyre több iskolapszichológusra van szükség, mert elmagányosodtak, magukba zárkóztak a gyerekek. Tehát én gyerekkoromban, meg itt a többségünk gyerekkorában, hát úgy esténként, így nyáron, a gyerekek kint játszottak egymással az utcán, ott voltak falakon, ha nem volt már dolguk, mert adtak akkor egy gyereknek munkát, ha nem volt, akkor kimehettek, és játszottak egymással, és így bandáztak, és kialakult egy közösség. Ma nagyon sok olyan fiatal van, aki abszolút magányosként nő föl. Alig van kapcsolata. És ez, ha ez így megy tovább, egy deformált emberiség nő föl. Tehát szükséges ahhoz, hogy mi emberek lehessünk emberi kapcsolatokra. Nem is tudnak másokkal, talán a kortársaikkal, egyik a másikával kapcsolatot teremteni. Sokszor próbálok témákat kezdeni, de úgy, mint a sündisznó bezárkóznak. És hát ilyenekké válnak a felnőttek is. Itt pedig többről van sokkal, többről van szó, mint egyszerű találkozásról. Következő fok a rokoni találkozás. Hiszen a szűzanya és az idős Erzsébet rokonok voltak. Emlékszünk rá, nagyszüleink tudták a rokoni fokozatokat. Meg lehetett kérdezni, ez ennek a fia, annak a lánya. Régen ki lehetett hirdetni a faluba, hogy kikötnek házasságot, de milyen céllal hirdették, nehogy rokonok házasságot kössenek. Mert tudták, régiek tudták, ez a Ángyinak, a nagybátyádnak, ennek-annak. Nem érdekli a mai fiatalokat. Van az esküvő, a rokonok nem számítanak sokszor már. Sőt, már odáig jutunk, hogy van úgy, hogy a nagyszülő-szülő kapcsolata, unoka kapcsolata is már ilyen szeparáltá válik. Nem is egy ilyen nagyszülőt ismerek, akinek az a bánata, hogy úgy meg van határozva, megszületett az unoka, most jöhetsz, nem jöhetsz, majd ekkor láthatod, majd ekkor odaadjuk a kezedbe, most nem. Hát minthogyha abszolút idegenek lennének, pedig a gyereknek tesznek rosszat. Ha nincsenek kapcsolatai, rokoni kapcsolatai, amikor álmodom éjszaka, régi korok, ott vannak a nagybátyáim, meg a rokonok, akik közt én mindig jól éreztem magamat.
Nincsenek rokoni kapcsolatai már sokszor az embereknek, mert magukba zárkóztak. És aztán a hitbeli kapcsolat, hogy a hit által milyen kapcsolatot teremtünk egymással, mert az bizonyára észrevette mindegyikünk, hogy még ha sok rokonunk is van, sokkal könnyebben szót értünk azokkal, akik úgy gondolkodnak, mint mi. Nem csak politikailag, hanem a hitbe. Azokkal sokkal könnyebben szót értünk, mert a hit még erősebb közös nevezőt teremt. És hát itt is egy nagy hiányosság van. Nagyon sok olyan engedélyt írok alá a házasság kötéshöz, amit így mondunk, hogy valláskülönbség akadálya. Magyarán az egyik fél nincs megkeresztelve. Na most egy ilyen kapcsolatban, én nem azt mondom, hogy ebből nem lehet jó házasság, mert már az ősegyházban is azt mondta a Szent Pál apostol, hogy a hívő asszony megszenteli a férjét, hogy hitre térjen. Csak hogy akkor felnőtt korba keresztelkedett még mindenki. De ma, mikor odajutnak a fiatalok, hogy most milyen esküvőnk legyen, egyáltalán megházasodjunk, hát legyen valami állami esküvő is. Jó, hát legyen. Így több segélyhöz, meg több kedvezményhez hozzájutunk. Legyen templom is, hát valami családi elvárásnak feleljünk meg. De milyen vallású is vagy te? Ezek nem kitalált történetek. Ez akkor jön elő, és utána egy óriási keresztté válik, hogyha valaki, amikor már úgy megházasodik, és valahogy megszeretne, erősödne, vagy a hite az egy inspiráló lenne számára, és ott él egy hitetlen házastársal. A hitnek a kapcsolata roppant fontos lenne, és itt lenne nekünk is, egyházközségeknek, fiatal közösségeknek a nagy feladat, hogy összehozzuk azokat a fiatalokat, akik hitben is hasonlóképpen gondolkodnak, és könnyebben egymásra találnak, mert a hit az egy nagy megerősítő és segítő kegyelem a hűségben, a mindennapokban. A hitben való találkozás. Egyáltalán, amikor beszélgetünk otthon, előkerülnek hitbeli kérdések, vagy hitbeli témák, hogy egyáltalán a mindennapiságokon és a banalitásokon túl, ami ugye a mindennapokhoz szükségesek, van-e például ilyesfajta megbeszélés vagy kérdés a családban? A hitben való találkozás, és hát az Istennel való találkozás. Ez a két szent asszony, Mária és Erzsébet, mindketten mélyen hívő ószövetségi asszonyok voltak még. Az ószövetségnek a törvénye, proféciája, az ószövetségnek a kinyilatkoztatása benne volt a mindennapjaikban és lelkületükben. Nem véletlen, hogy a szűzanya olyan imádságot mondott ott, a úgynevezett magnifikátot, háladó imádságot, ami az ószövetségi szentírásban úgy elszórtan megtalálható. Tehát mind a ketten hívők voltak, és valamiképpen az Istent is közvetítették egymás számára. Elővételezték azt, amit az Úr Jézus mondta, ketten-hárman összejönnek az én nevemben, köztük vagyok. Szűzanya vitte méhében Jézust, és a Szentlélek töltötte el Erzsébetet is. Az Istennel való találkozás az emberi életnek a végső nagy célja, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki úgy él, hogy soha nem találkozott Istennel az életébe, és akkor meghal, és akkor majd akkor olyan automatikus rátalálás lesz.
az Istent keresni kell, és az Isten alkalmat nyújt arra, hogy találkozzunk vele. Hiszen az egész üdvösség történet tele van találkozásokkal. Érdemes így is olvasni a Szentírást, hogy már az Ószövetségben is mennyi van a meghívások történeténél. Ábrahám, Jákob, Mózes, proféták mind arról tanúskodnak, hogy ők találkoztak az Istennel. És aztán folytatódik ez az Új Szövetségben is. Az Úr Jézus maga, mint az Isten fia, találkozik az emberekkel, és az apostolok ezt föl is fogják, hogy nem akárkivel találkoznak. Néha még egy bűntudat formájában is Szent Péter azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. De más alkalommal meg örülnek Jézus társaságának, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Hát, hogy a mi életünkben van-e Istennel való találkozás, és alkalmat kell teremteni az Istennel való találkozásra. Legyen az az imádság, a Szentírás olvasás, a szentségek, de magában az egyház közösségében is, az egyházban is meg kell találni az Istent. De talán még előbbre megyek, hogy maga az értelem is találkoztat bennünket az Istennel. Ha gondolkodó lények vagyunk, akkor az óhatatlanul, mint Szent Pál mondja a rómaiaknak, hogy nektek az a nagy bűnötök, hogy felismertétek, hogy van Isten, és mégse adtátok meg a köteles tiszteletet, hogy már az értelem útján is találkozunk az Istennel. És aztán az Isten szavával, a Szentírással, úgy elgondolkodom sokszor, amikor olvasom, vagy hallhatjuk az evangéliumot. Ezt Jézus mondta. Lehet, hogy bizonyos szavakat nem pontosan úgy mondott, de a Szentlélek úgy adta az evangélisták tollára a szavakat, hogy a lényege ott az legyen, amit Jézus mondott. Tehát nem csak egy történet van felolvasva, hanem az Isten szól nekünk általa. És ezt így kell a kezünkbe venni, vagy így kell imádkozni. Valakinek mondjuk csak kötelességszerű az imádság, hogy megtanult gyerekkorában, hogy valami imádságot reggel is elhadarok valamit, meg este is elmondok valamit. Ott biztos, hogy nincs ez az élmény, hogy hát az Istennel találkozunk. És az imádságban mindig kell egy olyan pillanatnak lenni, arra tessenek törekedni, kedves testvérek, amik imádkozunk, hogy eljussunk odáig egy olyan pillanatra, hogy most odafigyelek. Majdnem úgy, mint amikor van egy társaság, aztán beszélgetünk, és akkor az emberek már általában mindig arra gondolnak, hogy most én milyen bölcsességét fogok mondani, mikor rám kerül a sor. De az igazi nagy dolog az volna, most odafigyelek rá, hogy most mit mondott. Most nem azt, hogy én mit fogok mondani, hanem most mit mond ez az ember, mit mond ez a gyerek, mit jajgat az az öreg. Most odafigyelek rá, hogy az Istenre odafigyelek. Ha eddig eljutunk naponta, egy nagyon rövid ideig az imádságba, már meg volt a találkozás. És a Szentírást is addig kell olvasni, amíg egy olyan gondolatra nem jutunk. Ez éppen nekem szól. Be lehet csukni arcnapra. És akkor megszólította az Isten. Vagy a szent áldozás is. Mert vannak nagy ünnepi pillanatok, tudom, egy eukarisztikus kongresszus, vagy hasonlók, amikor másként éljük meg az oltári szentséggel való találkozást, és egy kicsit mi úgy vagyunk már, mi katolikusok, akik rendszeresen áldozunk, mind aki mindig étkezik, és nem eszik kenyeret, és nem úgy vagyunk, aki már nagyon rég nem kapott ételt, na, most végre kaptam egy kis darab kenyeret, tehát nem mindig így vagyunk, de abban az áldozás utáni imádságban, hogy az Úr van velem, hogy ő az, akit magamhoz veszek, ez az én testem. És így találkozni véle, és aztán a többi emberekkel is. Ehhez
hitre van szükség és tettekre. A szűzanyában mind a kettő egyformán megvolt. Nem lehet ketté választani. De nincs az, hogy csak hinni kell, vagy csak valami jót tenni, mert a hit a cselekedetek nélkül holt. De a cselekedetek nem kapnak erőt, ha valakinek nincs hite. Boldog vagy, mert hittél, mondta Erzsébet a szűzanyának, hogy higgyünk. De ugyanakkor látjuk Szűz Máriánál, hogy elmegy szolgálni azt a várandós idős asszony, és még ott marad 3 hónapig, János megszületéséig, mint aféle bábasszony segíthetett ottan idős Erzsébetnek, mint egy példát adva nekünk, hogy a hitnek és a jótetteknek a harmóniája adja együtt a keresztény életnek a lényegét. Hát úgy gondolom, hogy a mai búcsú alkalmára ez a mostani mondani valója Sarlós Boldogasszony ünnepének, a búcsúnak, ahol külön kegyelmeket is ad az Isten, és ezt kérjük, és az úgynevezett ideig tartó büntetésnek is az elengedését a pápa szándékára végzett imádsággal, a szent áldozással is elnyerhetjük. Majd a körmenetbe, a szent mise után ezzel a lelkülettel menjünk, egyfajta lelki zarándok úton, Szűz Máriával együtt, ő vitte méhében Jézust, mi visszük az oltári szentséget, legyünk Krisztus hordozók az emberek között, ne csak az ünnepi órákban, hanem a hétköznapokban is. Amen.